Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, május 5-ére és május 6-ára. Május 5-én a nap találkozik Uránusz bolygóval, együtt hatnak. A nap láthatóvá tesz valamit, megvilágít valamit, és Uránusz bolygó hatása alatt lesznek meglepetések és változások. Ezen a napon, tehát május 5-én a Hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon messze van a mi földünktől. Ez a Lilith energiamező. És ez jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. De mivel ez nagyon messze van a földtől, ez úgy érezhető most, hogy ez az álom nem fog bekövetkezni. Az is lehet, hogy valaki olyan dolgokat mond számunkra, ó, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. A Hold, azaz ikrek jegyében van az Artra Holdházban, és ez jelenti a fiatalos kisugárzást. Lehet, hogy ilyen a külsőnk, vagy lesznek itt újdonságok, ami örömteljes. És most kezdenék a Kos jegyével. Itt található a Nap és Uránusz bolygó, és ők most együtt hatnak. Azon kívül itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, ami kihat kármikus témákra, itt lesz egy új életterület, egy új irány, tehát lesznek változások. Merkur bolygó a szomszédból hat, a bika jegyéből, és segít, mint jó szomszédoknál. Itt lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés. És Jupiter bolygó, Vénusz bolygó, Neptun bolygó szintén a szomszédban van, ők is segítenek. Szerencse a párkapcsolatot illetően, vagy egy bírósági ügynél. És Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből szintén segít. Itt megvan az életerő, a bátorság, vagy a Mars bolygó hatása alatt lehet kapcsolat egy férfivel, lehet a lelki társ is, és szerencse, biztonság a párkapcsolatot illetően, hiszen Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljon valami. A bika jegye. A bika jegyében van Merkur bolygó, és itt van mozgás, előre mennek a dolgok, vannak beszélgetések, vagy tanulás. A Hold ott van a közelben, tehát ez is jó hatással van a bika jegyére. Azon kívül Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, és Neptun bolygó szintén segít, ez szerencse, hivatalos dolgoknál, egy bírósági ügynél, vagy szerencse a párkapcsolatot illetően. Viszont Mars bolygó és Szaturnusz bolygó hatása alatt itt még vannak azért korlátozások, vagy egy férfi, aki nehézségeket okoz. Az ikrek jegye. Itt van a Hold, az Artra Holdházban, tehát megvan ez a fiatalos kisugárzás. A Merkur bolygó hatása nagyon jó, hiszen ott van a közelben, segít. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. És Mars bolygó, Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből szintén segít. Itt megvan a bátorság, az életerő, itt rendeződnek a dolgok, és valami változik a sors utat illetően. Viszont Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó nincs jó hatással, és ez korlátozza a szerelmi dolgokat, vagy valamit igazságtalannak látnak az ikrek jegyében születettek. A rák jegye. A rák jegyében nincs most mozgás. A Hold ott van a közelben, és hamarosan ideír a rák jegyébe, kihat az anyai témákra, vagy az érzelmekre.
Az ikrek jegyéből megvan a levegő eleme, tehát az ikrek jegye megajándékozza a rák jegyében születetteket a levegő elemével, ezzel a könnyűséggel. Merkur bolygó jó hatással van a rák jegyére, ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Azon kívül Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó szintén jó hatással van, ez szerencse a szerelemben, vagy egy bírósági ügynél előre mennek az események. Ami pedig Mars bolygót és Szaturnusz bolygót illet, az olyan távolságban van a rák jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki. Vagy lehet egy üzenet is, hogy ne legyetek most visszahúzódóak, hanem keressétek a kapcsolatot ezzel a férfivel, mert itt akkor rendeződik valami. Vagy azt is jelentheti, hogy a sors utatok kereszteződik, de ne húzódj vissza, hanem maradj ebben a kapcsolatban. Az oroszlán jegyében nincs jelenleg mozgás, a hold jó hatással van az oroszlán jegyére. Elfelejtettem mondani, hogy a kos jegyére is jó hatással van a mai hold energia, hiszen a kos jegye ugyanúgy, mint az oroszlán jegye, a tűz eleméhez tartozik, a hold pedig az ikrek jegyében, a levegő elemében van, és a tűz jegye és a levegő eleme barátságban áll egymással, tehát a hold energiája megnyugtató számunkra, és így hat ki az oroszlán jegyére is. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó szemben van. Ez olyan, mint egy tükör, bele kell nézni ebbe a tükörbe. És ez azt jelenti, hogy itt tükröződik valami, gondolkodj el azon, hova fektesd be az energiádat, ez a Mars energiája, de ez lehet egy férfi is, és figyelj oda, hogy mit akar tőled. Azon kívül Szaturnusz bolygó itt ebben a tükörben azt üzeni, hogy valamit rendez, hiszen most megvan a lehetőséged arra, hogy meglegyen egy stabil párkapcsolat, vagy ki tudj építeni valamit. Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó olyan távolságban van az oroszlán jegyétől, ami kicsit bizonytalanságokat vált ki. De azt is üzenni, hogy ne légy visszahúzódó, hanem keresd a kapcsolatokat. Vénusz bolygónál szerelmi témákról van szó, de lehet egy nő is, például egy barátnő vagy egy kolléganő, és Jupiter bolygó akkor segít, adja a lehetőségeket. Vagy egy bírósági ügynél ne várj arra, amíg ők jelentkeznek, hanem kérdezz utána, hogy mi a helyzet. Ami Merkur bolygót illeti, az most nincs jó hatással az oroszlán jegyére, ez lehet egy kellemetlen hír, vagy viták, vagy veszekedések. A szűz jegye. A szűz jegyében nincs jelenleg mozgás. A hold hatása. Ez most nem jó a szűz jegyének, ez lehet egy belső feszültség is. Merkur bolygó segít a szűz jegyében születetteknél, ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó szemben van, itt tükröződik valami, különösen ami a párkapcsolatot illeti, vagy egy bírósági ügyet, tehát itt aktívnak kellene lenni. Ami a Mars bolygó és Szaturnusz bolygó hatását illeti, ez olyan távolságban van a szűz jegyétől, ami bizonytalanságokat vált ki. Itt kell a levegő eleme, tehát a könnyűség, és ne húzódj vissza, hanem keresd a kapcsolatod ezzel a férfivel, hiszen Mars bolygó utalhat egy férfire,
és Szaturnusz bolygó, akkor azt jelenti, itt tudtok tisztázni valamit, itt kiépül valami, meg lesz a biztonság érzete, de ne légy várakozó. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó, és utal a múltra, utal az érzelmekre. A hold jó hatással van a mérleg jegyére, hiszen mindkettő a levegő eleméhez tartozik. Ugyanúgy, mint Mars bolygónál és Szaturnusz bolygónál is. Itt lesz egy sorsdöntő döntés, kapcsolat vagy változások, és ez nagyon előnyös. Ami a kommunikációt illeti, ez olyan távolságban van ez a Merkur energia, ami bizonytalanságokat vált ki, tegyem vagy ne tegyem, kimondjam-e azt, amit szeretnék, vagy jobb lenne, ha nem mondanék semmit, keressem a kapcsolatot, igen vagy nem. És ez a viszony Merkur bolygó és a mérleg jegyek között azt jelenti, igen, légy aktív, keresd a kapcsolatot. Ugyanígy hat Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó is. Tehát a szerelemről van szó, vagy egy bírósági ügyről, vagy egy olyan helyzetről, ami eddig igazságtalannak tűnt, akkor most vedd fel a kapcsolatot, tisztázd ezeket a dolgokat, ez előnyös. A Szkorpión jegyében nincs bolygó. A hold kivált kicsit bizonytalanságokat a Szkorpión jegyénél. Ami a szerelmi dolgokat illeti, vagy egy bírósági ügyet, itt szerencse van, hiszen Jupiter bolygó, Vénusz bolygó, Neptun a halak jegyében van, a víz elemében, a Szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik, tehát itt megvan az egyhang. Ami Mars bolygót és Szaturnusz bolygót illet, a vízöntő jegyéből, az korlátozásokat vált ki a Szkorpión jegyében születetteknél. A nyilas jegyében most nincs bolygó. A hold szemben van, itt tükröződik valami. Ez jelenteti az anyukádat, anyai témákat is. Vagy kihat az érzelmeidre, és itt kell a belső egyensúly. Merkur bolygó olyan távolságban van, ami bizonytalanságokat vált ki, viszont jó lenne, ha keresnéd a kapcsolatot, és akkor itt meg tudtok beszélni bizonyos dolgokat. Ami Mars bolygó és Szaturnusz bolygó hatását illeti, ez jól hat ki a nyilas jegyére, hiszen Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, a nyilas jegye pedig a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Viszont a halak jegye nem tud segíteni most a nyilas jegyénél, és itt szerelemről van szó, vagy egy bizonyos helyzetről, amit a nyilas jegyében születettek, mint olyan igazságtalannak látnak. A bak jegyében mozog egy visszatekintő Plutó bolygó, és az azt jelenti, zárj le valamit, engedj el valamit. De jelenti Plutó bolygó a belső erődet, a hitedet is, vagy szexuális témákat. De mivel visszatekintő, ez fékezi a dolgokat, de azt is jelentheti, hogy itt a múltról van szó. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a szomszédból valamivel megajándékoz, és ez a levegő eleme, ez a könnyűség. Neptun bolygó, Jupiter bolygó, Vénusz bolygó segít a halak jegyéből, hiszen ez a víz eleme, és a bak jegye a föld eleme, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással. Merkur bolygó szintén tud segíteni a bika jegyéből, hiszen a föld elemében van. Ami a holdat illeti, ez olyan távolság, ami olyan bizonytalanságokat vált ki. De mivel a hold az kihat az érzelmekre, és itt aktívnak kellene lenni,
mert így javul a helyzet, akkor mutasd ki az érzelmeidet. A vízöntő jegyében van Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Itt most vannak sorsdöntő döntések, találkozások, változások, hiszen Szaturnusz bolygó kihat a sors utunkra. Mars bolygó jelentheti a bátorságot, az életerőt, de egy férfit is, mint például egy lelki társat. A szomszédban van Neptun bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, és megajándékoz a víz elemével, tehát valaki érzelmekkel közeledik hozzád, és itt szerelemről van szó, mert erre utal Vénusz bolygó. Jupiter bolygó szerencsét hozhat. Ami Merkur bolygót illeti, itt vannak még nézeteltérések, viták, nehéz valamit tisztázni, megbeszélni egymással. Inkább várni kellene arra, amíg Merkur bolygó áttér az ikrek jegyébe. És a halak jegye. Itt van Neptun bolygó, Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, mind három jól érzi itt magát. Ez egy nagyon erős szerelmi energia. Szerencse a szerelemben, a párkapcsolatban. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó ott van a közelben, a szomszédban, és tud segíteni. Ez lehet egy férfi, aki kihat a sors utadra. Merkur bolygó szintén segít, hiszen a Föld elemében van, a halak jegye pedig a víz eleméhez tartozik, és a Föld eleme, a víz eleme mindig barátságban áll egymással. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A Hold nem hat túl jól ki a halak jegyére, ez lehet egy belső feszültség is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!